Mi is ez a Scramble? Give it to me like... Ezek a motorok bütykös gumikkal, megerősített kormánnyal és hosszú rugókkal rendelkeznek. Mondhatjuk azt is, hogy hogyha így belegondolok, hogy ezek a motorok voltak egyébként a modern enduroknak a nagypapája vagy a dédnagypapája. A Scramble-öket egyébként még dirt bike-nak szokták hívni, és ahogyan kinéz, tényleg valójában odafaló az offroadra. Manapság egyébként a Scramble az egyedi stílus, az egyedi megjelenésre utal, és ezekre a vintage stílusokra, ha egy picit többet szeretnénk tudni a Scramble-ökről, érdemes megnézni az egyik nagy videó megosztó csatornán az On Any Sunday nevezetű filmet, ugyanis az a tökéletesen tökéletesen megmutatja nekünk a 70-es éve amerikai motorsportját. A másik egyébként, ami nagyon fontos, ezeknél a stílusú motoroknál, nem csak a Scramble-öknél, mondjuk a Café részekhez, hogy van hozzá egy bizonyos ruházati stílus. Nagyon sokszor egyébként az emberek nem tudják, hogy a saját motorjukhoz hogyan öltözködjenek, pedig minden motornak megvan az arculata, megvan a stílusa. Hát egy Scramble-öt vagy egyébként egy Café részekhez, hogyan öltözködünk? Farmernadrág, egy jó kis motoros bakancs, lehet farmering, farmer mellény vagy elegánsabb mellény, lehet ezeket a simlis sapkákat is hordani, napszemüveg, és persze a nyitott bukós sisakok cross szemüveggel. Egyébként meg elég nagy teret hódítanak mostanában a Scramble-ök meg a Café részeknek. Ne felejtsük el, hogy rengeteg motorgyártó most már gyártja ezeket a fajta, ezeket a stílusú motorokat. Sziasztok!